Zajlanak a munkálatok a békeúton, hiszen megújul Nagy-Kálú csapadékvízelvezető rendszere. A város több mint 330 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések nagykálóban című pályázati kiíráson, az új szétsényi terv keretében. A beruházást a meglévő rendszer állapotának leromlása indokolja, hiszen a zárt csatornák fel iszapulódtak eltömődtek, a meglévő földmedrű csatornák nagy része feltöltődött, vagy tönkrement. Mindig is fontos kérdés volt városomban a, a csapadékvíz elvezetés az elmúlt tíz évben. Sok problémával küzdöttünk, amikor én polgármester lettem. Sok feladatot megoldottunk eddig, több pályázat keretén belül építettünk csapadékvíz elvezető rendszereket illetve voltak olyan időszakok, amikor önerőből erőből is építettünk szükségszerű rendszereket. Viszont azzal, hogy sok területen, sok utcában keresztmetszetet növeltünk és kiépítettük az új rendszereket, ezért új típusú problémákkal is találkoztunk. A megnövekedett vízmennyiséget, Időnként a meglévő keresztmetszetű csövek nem tudták elszállítani. Ezért azt tudtuk mondani, hogy még egy utolsó körös felővizsgálat történt az elmúlt két évben, és a, a meglévő rendszerhez igazítva, több utcában vezetékeket cserélve, illetve plusz vezetékeket építve, nagyobb keresztmetszetű vezetékeket kerül kivitelezésre a rendszer rekonstrukciója. Ez azt jelenti, hogy ezen kivitelezés eredményeképpen a, a nagyobb problémák, ami, amelyeket észleltünk, azok megoldódnak. Kis Harangodi út, Kis Balkány út, Tavasz utca, Rózsa utca, Akácos utca, illetve a, a Mátorok utcai, Budai Nagyantal utcai résznek a, az elvezetése amelyre mondjuk a Damjanics út és a Dorzsgyőd út folyt rá. Ezen kívül mondom, már olyan utcai részeket is, vagy itt a Béke út, a sport, köz, sport utcai részeket is megvalósítjuk, ahol volt egyfajta rendszer, de nem volt tökéletes. Itt is rekonstrukciós munkálatokat vézzünk. Juhász Zoltán polgármester hozzátette, az új rendszer a lehető legmodernebb technikával épül. Az új műanyagcsöves technológia egyik legnagyobb előnye, hogy nehezen rakódik le rá a víz által szállított föld, így takarítani is kevesebbet kell majd, ezáltal pedig lecsökkennek a karbantartási költségek. A lefektetett csövek keresztmetszete a 30 cm-estől egészen az 1 méteresig terjed. Maga a csőfektetés és a az akna készítés része az az idén készen lesz. A járólékos munkálatok az elképzelhető tavaszra is vissza el fog húzódni. Itt, amit ki kell hangsúlyozni ebben, hogy megmozgatott földet tömöríteni kell. Ilyenkor az, a, az a, a szerencsés, hogyha az időjárás, az eső, a hó még tömöríti, és a, a felvágott betonokat, illetve a, a felszedett aszfaltokat, Később javítjuk vissza, megpróbáljuk minél többet az idén visszajavítani, de elképzelhető, hogy az is elképzelhető, hogy a tavasszal fog áthúzódni. Türelmet kérek a lakosoktól. Azt gondolom, hogy ahol vannak problémák, ott megbeszéljük, átbeszéljük, sok helyen partnerek benne, egy-két helyen kell kicsikét még lojálisabban előadni magunkat, hogy mit szeretnénk. Egy lényeg a még komfortosabb hétköznapjaikért dolgozunk, és közben azt is hozzá kell tenni, hogy ezek az özönvízszerű esőzések, amely az elmúlt években is már tapasztalható volt, ezek mindenképpen azt mutatják, hogy ezekre szükség van, és az is elképzelhető még mindig, hogy, hogy ezen átalakítások után is itt a, a nagyon nagy viharokban kisebb problémák adódhatnak, ezeket majd fogjuk elemezni, várjuk a lakossági bejelentéseket majd később is. Több mint 20 utcában végeznek felújításokat. Ennek hatására 8066 méter hosszú csapadékvízelvezetőrendszer rendszer épül vagy újul meg a városban. A projektnek köszönhetően megnövelik a belvízelvezető rendszer műszaki színvonalát és kapacitását is, valamint kiépítik a hálózatot a vízelvezető nem rendelkező utcákon is.